A következő a helyzet, mezőmanipulatívan végben vagyunk, és Jakóczi Iván, hát én úgy hívom most már Iván, mint termékfejlesztő kolléga, mert már lassan minden nap beszélgetünk telefonon. Megkértem Ivánt, hogy most a kollagén ügyében hozzon valami releváns és igaz és szakmai infót, azért, mert mindenkinek kollagén kell. Legalábbis nekem ez az élményem, meg itt bent a PIK-ben is tapasztaljuk, hogy már a kollagén a félraktárat elfoglalja. És mi ez az őrület a kollagén körül? Ezt beszéljük meg, meg tudom, hogy hoztál megint anyagot. Kollagén, igen. Aha. Ez ilyen rejtés dolog, mert általában, hogy egy ember anatómiát, vagy arra gondolunk, hogy mi is van egy emberben, akkor a szervek jutnak eszünkbe. Szív, gyomor, vér, stb. És a kollagén az valahogy nem jut senkinek eszébe, holott az mindenhol ott van. Tehát a kollagén, még a csontokban is kollagén van, ez tulajdonképpen egy olyan anyag, ami összetartja a szervezetet, vázat képez a lágy szöveteknek, és gyakorlatilag fizikai funkciói vannak. Úgyhogy összetartja, összeragasztja a szervezetet, és innen is a neve, mert kolla, az ragasztott jelent görögül, kollázs szó is innen ered, összeragasztanak dolgokat. Tehát kolla egy ragasztó, ami egy biológiai ragasztó, ami a szervezetben összeköti a különböző szerveket, támaszt nyújt a sejteknek, és egyben tartja az egész szervezetet. Ezért ennek a struktúrája gyakorlatilag egy fehérje, tehát egy fehérje szervezetű anyag, ezért a vegetáriánusoknál ennek kicsit nehezebben tudja a szervezet felépíteni, de ott is meg tudja tenni. És hát funkcióját tekintve az emberi szervezetben 25 féle kollagén tartom nyilván, és ezeknek különböző szerepük van. Itt egy párat felsoroltam, hogy legyen fogalmunk róla, hogy az egyes típusú például a bőr, az erek, az inak, a szem, szorúhártya, a fogak. De ez a struktúra, ez a szerkezet, mert hogy igazából minden kollagén ugyanazokból az aminosavakból épül fel, csak ezeknek a sorrendje és a gyakorisága befolyásolja azt, hogy milyen struktúra lesz. Puhább, lágyabb, merevebb, igazából mindegyik rugalmas, de a rugalmasság között van a különbség. Esetleg térszerkezetű, ilyen hálót képez, beborít és a szerveket. Tehát, ha valaki feszes bőrt szeretne, akkor a kollagén szintje jó állapotban kell legyen, és a hidratáltság is. A kollagén vizet is meg tud kötni, fizikailag, nem kémiailag, fizikailag köt meg vizet. Ez jó is, meg rossz is, mert jó, mert könnyen fel tudja venni a vizet, rossz, mert le is tudja adni. Tehát amikor kiszáradunk, akkor beláncosodunk. Porcokat is kollagének alkotja. Rácsrostus például a hármas típusú kollagén, kötőszövet, nyilokszövet összetartója. A placenta is egy rugalmas, áteresztő képességű hártya, az is, annak is nagy része kollagén. Orgonyzó vagy kötőfehérje a hetes típusú, ezeket egyébként ritkán szokták forgalomba hozni. A leggyakoribb az egyes, kettes típusú kollagén, amelyet táplálék kiegészítő formában meg lehet vásárolni. És attól függ, hogy milyen lesz a struktúrája a szervezetben egy kollagénnek, azt gének kódolják. Kóduló gének befolyásolják a felépítését a kollagénnek. És ezt a szervezet ezt nulláról kezdi, tehát aminosavakat kezd összerakni. Ezért reklámok ellenére gyakorlatilag majdnem mindegy, hogy milyen típusú kollagént fogyaszt valaki, mert úgyis lebontja a szervezet a tápcsatornába, alapelemeire, aminosavakra, és akkor utána a kóduló gének receptje alapján teljesen egyenazonos és funkciónak megfelelő kollagént fog előállítani a nulláról. Aha. Na most ez hogy is néz ki? Hogy történik? Tehát a kollagén általában a szervezet fehérjének 30%-át kollagén teszi ki. Tehát igen fontos, hogy ez jó állapotban legyen. Csak érdekességképp, hogy a porcok, a fogak és a csontok, tehát amiről azt gondoljuk, hogy
szervlenne. Nem az, 94%-a kollagén. És abban, például a csontokban, abban kálcium meg foszfor atomok kicsörögnek, azok merevítik ki. Uh-huh. De ez egy szerves anyag a csontunk. Amikor az lebomlik, akkor csak a szervlen marad, hát ilyen ásatásoknál, ott már nincs kollagén, de az élő szervezetben a kollagén tartja össze, és az segíti abban, hogy meg is tudjon újulni. Uh-huh. Átengedi a tápanyagot, új sejteket, a régeket, kiírt újakat be, félig átöröztő hátjaként visszekedik, és támaszként. Kötőszövetet érrendszerű, az előbb állította, tette az is kollagénből áll. Most hol képződik? Itt van egy általános állati sejt, emberi sejt is, és itt látjuk, hogy a középen van a sejtmag, körülött a citoplazma, különböző sejtestecskék, és van itt ez a rózsaszín rész, ezt úgy hívják, hogy endoplazmatikus retikulum. Ilyen jó bonyolult neve van, de úgy kell elképzelni, hogy ez egy gyár, aminek a bejáratán bejut az alapanyag, bejut a kódoló gén is, amelyik a DNS-ből, tehát a sejtmagból átíródik, lemásolja a gyerenes, az kijut a citoplazmába, be az endoplazmatikus retikulumba, és ő a recept. Uh-huh. Meg vannak az alapanyagok, és a recept alapján fogja előállítani ez a üzem, azt a specifikus kollagént, amire éppen szükség van. És ez a recept az bonyolult, de az alapanyagok egyszerű. Három aminosavból áll minden kollagén. Glicin, prolin és lizin. Ez három aminosav alkotja. Ezeknek az összekapcsolásából jön létre, de előtte van egy lépés, a prolin és a lizin feloxidálódik. Ez egy egyáltalán bonyolult dolog. Uh-huh. Elég. Uh-huh. Már hogy nem az elég, hanem elég. A prolin és a lizin feloxidálódik, tehát oxigén kell hozzá, lesz belőle hidroxiprolin, hidroxilizin is. Akkor kapcsolódik össze a glicinnel, tehát itt ugye glicin, hidroxiprolin és hidroxilizin. Ebből ezeknek ismétlésével jön létre egy polimér, tulajdonképpen egy biológiai műanyag, amelyik spirális vagy helikális szerkezet. Úgy kell elképzelni, ez egy pár angström átmérő. Tehát ez egy nano rugó. És ez, hát itt ugye a képen véges, de ez gyakorlatilag nagyon hosszú kis rugó. És ez az első komponens a majdani kollagénnek, ezt prokollagénnek hívják, tehát egy ilyen előkollagén. Most attól függően, hogy ezek az aminosavak, tehát a glicin és a feloxidált két másik aminosav milyen gyakorisággal ismétlődnek, attól függ ennek a rugónak a merevsége. Tehát egy pohább lesz, merevebb lesz, esetleg elágazik, esetleg több vizet tud megkötni, stb. A lényeg, hogy a glicin befolyásolja végső soron, a nem oxidálódott egyetlen aminosav befolyásolja ennek a rugónak a hajlékonyságát. Tehát ahogy idősödünk, ez a glicin kevesebb és kevesebb lenni, és akkor elkezd merevedni ez a rugó, de még mindig jól rugózik, mert hogy innentől kezdve a prokollagénből több lépésen keresztül alakul ki a kollagén, de ezek már csak fizikai tekeredések, nincs kémia benne. Meg is mutatom, tehát itt van a prokollagén, ez a kis nanorugó, és ha három ilyen összetekeredik, itt ezen a tropokollagénnek nevezett molekulán látszik, a zöld, piros meg a kék, az mind egy-egy prokollagén. Ezek összetekerednek, mint a lányok haján, vagy fanták, ugyanúgy tekerednek ezek is össze, és az is nagyon, ugye a lófarok is nagyon, vagy a cof is nagyon rugalmas. És nagyon erős is egyben. Ez is. Pont ez szolgálja, hogy ez így összetekeredve megmarad a rugalmassága, de nagyon megnő a szakító szilárdsága. Akkor ebből a tropokollagénből ismét három összetekeredik. Ennek neve nincsen, és az megint tekeredik egyet, és végül létrejön a kollagén rost. Na most attól függ, hogy itt vannak elágazó láncok, vagy nincsenek, lehet térhálós, lehet csak ilyen fonalszerű, és akkor ezek egymás mellé kerülnek, burkot is tudnak képezni, szóval... Ami
ami kell a szervezetnek, az fog kialakulni belőle. Most csak azt szeretném megmutatni, hogy a legfontosabb lépés a sejten belüli kollagén szintézisnek, az az oxidáció. Aha. Tehát az dönti el, hogy létre tud-e jönni a hidroxiprolin és lizin, és innentől kezdve lesz-e kollagénunk, vagy nem. Ha van is, alapanyagunk. Tehát az oxidáció egy kritikus lépése. Tehát ide föl is rajzoltam. Prolin és lizin, de a kettő feloxidálódik, létrejön a hidroxiprolin, hidroxilizin, és majd abból a kollagén. Tehát ez az egyetlen egy fontos kémiai lépés van a szintézis során. Ezt egy enzim katalizálja, egy vastartalma enzim, amely feloxidálódik. Ha ez az enzim működik, akkor működik a folyamat. Uh-huh. Tehát kell hozzá oxigén nyilván, és kell ez az enzim működőképes legyen. Uh-huh. Most ez az enzim a kémiai reakció során elhasználódik. Ez itt a jobb oldali vasárra oxidálódott vasatom, de regenerálódik méghozzá C-vitamin jelenlét. C-vitamin kell ahhoz, hogy ez az enzim újból és újból felhasználhatóvá váljon. De hát a C-vitamin is elhasználódik, mert dehidrocitamin lesz, az pedig egy úgynevezett C2-es faktor fogja regenerálni, amely elhasználódik ugyan, de egy folyamatban tovább jut és a szervezet legnagyobb méregkintő rendszerében aktív szerepet tölt be, ez a GSR, a glutatión rendszer, ez a májban is ott van, de a sejtekben is ott van. De hogy ne legyen bonyolult az ábor, ezt most letakarom. Tehát végső soron a C2-es jelenléte határozza meg, hogy ez a folyamat meg tud-e ismétlődni bárhányszor. Nagyon kevés kell belőle a C2-ből, de kell. Ha a C2 nincs, akkor ez a folyamat fentről lefele leáll. Ha nincs C2, nincs kollagén. Szintézis, hiába van alapanyag, hiába van oxigén. És azt lehet mondani, hogy a C2 hiánya kollagén gyártási nehézségeket fog okozni a szervezetben. Mikor mondjuk meg, hogy mi az a C2? Most megmondjuk, hogy a C2. 77-ben, ha jól emlékszem, Lillafüreden volt egy bioflavonoid világkonferencia, és ott két francia kutató bizonyított, hogy a C-vitamin csak C2 jelenlétében működik vitaminként, akkor még nem tudták a szerkezetét, de most már tudjuk. Kiderült, ez az epigallokatechin gallát. Igen. Általában a teja, a kínai teában, orosz teában nagy mennyiségben megtartó. Jó, tehát kollagén akkor lesz, ha van C2, C-vitaminunk, alapanyagunk. És akkor most már csak összefoglalnám, hogy... Én meg aztán kérdezek. Én szervezetben a kollagén szintézisnek nem sok feltétele van, meg is lehet jegyezni, 4 feltétele. Egyrészt legyen alapanyag, tehát valamilyen módon ezek az aminosavak be kell jussanak. Vagy akár kollagén fogyasztása, az a legegyszerűbb, mert akkor csak lizin, glicin és pralinhez jutunk, tehát abból könnyen fog ismét jártani a szervezet. Vegetáriánusoknál egyéb növény eredetű fehérje lebontásából is hozzájött ezeket az aminosavak, azt tehát fel tudja jutani a szervezet. Hiszen a teheneknek is van kollagénuk, az elefántnak is, elég sok. Úgyhogy fel tudja építeni, az emberi szervezet inkább állati eredetű kollagénre van beállítva, de a vegetáriánusoknál is működik kicsit nehezebben, de megy. Második feltétel, hogy legyen oxigén, hiszen láttuk az első lépés az oxidáció. Ha az nincs, nem tud kollagén képződni. Vagyis oxigén kell bejusson a szervezetbe, egy kicsivel több, mint az alap. Metabolizmusnál, tehát a pihegésnél, ezért egy edzés jót tesz, vagy aki nem szeret edzeni, az jóga légzéssel valamilyen módon több oxigént juttat be a szervezetébe, hogy aerob irányba toljuk el a metabolizmusokat, tehát az anyagcserénket. C-vitamin, azt láttuk az előző ábrából, szükséges, és végső soron ez a C2-es faktor, az epigallokatekin vallát. Most, hát kollagén az elég változatos termékskán, hozzá lehet jutni az aerob metabolizmushoz egy edzés, azt mindenki tudja, és C-vitamin, epigallokatekin, galát, hát éppen most került a piknél
HCL-t is tartalmaz, ugye testsúlynak az ideális gyártásához elengedhetetlen. Úgyhogy ennyi lenne. Köszönjük, Iván! Én akkor belekérdezek ebbe a tudományos pakba, mert biztos, hogy benne sok ember nem értett belőle mindent. És a szokásosnál sokkal mélyebbet hoztál, mint amit elképzeltem. Tehát ami nálunk nagyon jellemző kérdésként állandóan felmerül, az a valami féleképpen, amit te is említettél, hogy a vegetáriánusok lehetnek-e kollagént. Ez te ad meg az egyszerű választ, mi írjuk, és akkor talán gyorsabban elterjed. Vegetáriánus? Persze, hát. Bárki ehet kollagént, a vegetáriánizmus az egy meggyőződés, nem egy életforma. Egy meggyőződésen alapuló táplálkozás. Feltételezem, hogy ők azért nem akarnak kollagént enni. Hogy ne legyen állat. Igen. Ne kerüljön állat életbe. Igen. Az a táplálék. Igen. Mit javasolna egyébként vegetáriánus embernek, hogy mit tegyen? Hogyha mondjuk azt szeretné, hogy nem akarok kollagént enni semmilyen formában, se hús, vagy csirkebőr, vagy csirkeszáj, vagy akármi, sem, mint kollagén kiegészítés. Akkor, hogy mit... akkor bármilyen növény előzetű fejlődje. Aha, és akkor abból elő fogja tudni állítani. Meg ez a kis tea mondjuk, meg C-vitamin. Így van. Aha. Hát a C-vitamin is van a teában, okay. Egyszerre megkapja. Igen. Kettő feltétele. Egyébként, ha belegondolunk, hogy régen a teát citrommal ittak. Aha. A citrom a C-vitamin forrás, és a teában az ebben gondolkod. Csak nem tudták, de úgy jobban működött. Egy beteg ember is könnyebben regénál állni citromos teától, mint citrom nélkül, vagy csak limonádé. A kettő együtt kell. Igen. Egészségéből nagyon kevés kell. Tehát heti néhány milligram is elég ahhoz, hogy ez működjön. Nem ürülnek ki ezek a tartalékok. Ami gyorsan ki tud ürülni, az a C-vitamin. Hogyha nincs C2-es akkor az is regenerálódik. Tehát nem vagyunk teljesen C-vitamin utalva ilyen szempontból, mert regenerálni tudja a szervezet. De az azért legalább két nagyságrendre jobban fogy. Egy a 100-hoz mondjuk így. Jó, akkor a második kérdés az, ami szintén nagyon-nagyon gyakori, tehát a napi öt kérdés ebben a témában jön, hogy a terhes anyukák, vagy a szoptatós anyukáknak ott mi lehet a hozzáállása ez a kollagén mizériához? Hát tudom, hogy ezekre nincsen konkrét válaszod, mert nem készítettem fel, de ezzel jönnek az emberek, ugye? Semmilyen konkrét indikáció nincs. A kollagén az egy fehérje. Ha eszünk, nem tudom, rántott csirkét, abban is van kollagén. Az nincs tiltva a terhesnek. Igen. Jó, és akkor még én nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban én nem akartam ilyen állításokat felvinni a weboldalra, mert ez attól függ, hogy hogyan élünk, és hogyan eszünk, hogyan tornázunk, de ugye annyira elterjedt ez a kollagén szeretem világ, hogy valamiképp úgy látom, hogy kitalálták az emberek azt, hogyha ezt isszák, akkor lefogynak. Ezt nem kommunikáljuk egyébként, de mégis ezt mondják. Nyilván először az étvényokat nem fogy fehérje egyik indokból. Hízás fő oka az a szénhidrát. Egyértelmű. Majd ősszel elmondom miért. Jó. Ennek van egy egészen közérthető magyarázata is, tudományos is, de egészen jól megérthető. Miért a szénhidrát? Nem a kalória számít. Ez csak így előjáróként elmondanám, nem a kalória fontos. A szervezetünkben nincsenek kalória receptorok. Nem tudja, hogy mennyi kalóriát eszik. Tehát ez a kalória számolás, ez egy nonsens, semmi tárgy. A szénhidrát befolyásolja a inzulin rezisztencián keresztül. Ezt kicsit hosszabb, azt mondjuk össze, elmondom. A lényeg az, hogy ha kollagént eszünk, akkor nyilván nem eszünk helyett a fehérjét. Szénhidrátot. Tehát, ha kollagént eszünk, akkor legalább annyira kevesebb szénhidrátot eszünk, telítettség érzetet ad, gyomor sav kell hozzá, hogy ez egy fehérje, sav kell hozzá, hogy lebontsunk, már a gyomorban, tehát telítettség érzetet ad, táplál is, ugyanakkor nem okoz akkora inzulin termelést.
És ezért hát ilyen módon lehet fogyni természetesen. Azt még elmondanám, hogy az szokott még kérdés lenni, hogy, hogy miért, gondolom ez a kollagén hype. Tehát igen, ezt is, miért? Is meg akartam tenni. Azért van, mert mint általában a modern táplálkozás, vagy a korszerű idézőben, korszerű élelmiszerek ki vannak tisztítva. Tehát úgy mondok egy példát, a fehér kenyérben gyakorlatilag tiszta szénhidrát van, és minden, ami valójában hasznos lenne a szervezetnek, ásványanyagok, vitaminok, rostok, azokat kiszedik belőle. Hogy a kenyér nagyobb legyen, szebb legyen, megvegyék. Most a többi élelmiszerre is így vagyunk. Tehát nézzük meg, hogy a csirkéről mindent lehámoznak, csak tiszta fején mellemusában. Hát gyakorlatilag a kollagéntől is megfosztják, hogy a kollagén nem a húsban van, a rostok között, ott is van nyilván, kevesebb, hanem az összekötő szövetben van. Tehát a kis inak, bőnyék, meg mit tudom, copákok, azok a sikos részek, azok mind kollagének, különböző idézőjelben polimerizációs fokú kollagének, különböző tulajdonságokban, de mind kollagén. És azt tudnánk fölhozni. Tehát ha egyből megennénk a csirkét csak nélkül, bőrös, toll nélkül, abban lenne elég kollagén. De mivel ez ki van tisztítva, és a feldolgozott áru általában nagyon tiszta, tehát még a comb is, a bőrt általában eldobják, nyilván a csontot eldobják, és a körülötte levő szövetet is eldobják, ott volna kollagén. Ezért tiszta fehérjét, vagy hús típusú fehérjét eszünk, nincs kollagén. És ezt elkezdték érezni az emberek. Ez ugyanolyan, mint a vitaminok pótlása. Miért pótoljuk a vitaminok? Miért kell ásványanyagot? Mert az élelmiszereink nagyon tiszták. Monokomponensek. És előre vagyunk kalitában. Most a kollagén pótul, akkor akkor látványos javulásokra állhatnak be. Főleg olyanoknál, akiknél kollagén hiány a táplálkozás volt ért tizedeken keresztül. Hát igen, most nem csak a szépség miatt ugye használjuk, hanem az itt fáj, ugye nekem is van vállamon, amat fáj, nagyon sok embernek vannak izleti problémája, talán ebből is fakadóan, hogy nincs hozzá. Alapanyag. Igen. Ezen most próbálok javítani a kollagénnel, meg az egyéb termékekkel, mint ez a nácia tea is. Mit mondjuk el még esetleg, vállam még mondanod ehhez a témához? Hát talán még egyszer is üteni, hogy a kollagén típusa nem igazán számít. Aha. Mert úgyis lebontja a szervezet, aminosabbak, és onnan építi ismét fel. Mert ez egy fehérje, és fajspecifikus. Tehát, hogy a marha kollagént eszünk, akkor a marhára jellemző le kell bontsa a szervezet. Hát egy érdekes kérdésem van, de erről nekem sincsen információ, aztán vagy nem tudsz válaszolni. Az is oké. Okay. Itt nagyon... sokáig ment azon az ügymenet, és próbálkoztunk a termékekkel, hogy ne legyen büdös. Ugye nagyon sokáig azért sem volt a piknél kollagén, mert én mondom nekem, nem kell ez a büdös ízű ital, kibírjuk enélkül, és vagy szerintem nem volt rá alkalmas technológia, hogy ezt előállítsák. Azt meg tudom mondani, hogy mi változott ezzel kapcsolatban, mert most már ezek a mostani termékek már jók, szerintem. Hát igen, régen nem is hidrolizálták a kollagén, tehát egyszerűen kivonták az enyvet, és kollagén. Régen, tehát főzéssel a kollagén dús szöveteket addig főzték, amíg kivált belőle a kollagén, és ezt leszűrték. Hát nyilván ezzel jött az állat többi szaga, íze is, és hát erre nem sokat adtak, mert hát akkor kezdve nem volt keresmet, és aki meg rá fanyalodott annak meg, úgyis jó volt. Nem volt választék. Nyilván elindult a fogyasztás húzta magával az ipar, az ipar meg a vevők kedvére szeretne járni, és nyilván az, amelyik jobban ki van tisztítva, az aktív színnel, tehát elég bonyolult a technológiája, de drágább emiatt, viszont jó minőségű terméket, tehát nincs szag, nincs íz, és ezért akár üdítőben is lehet fogyasztani, akár a teához is lehet hozzá, persze ízben találjon, citromos semleges vele, az semleges vele, és akkor egy koktélba kapja meg a kollagén.
kérdés eszembe, hogy a gyerekek kapcsán mi a hozzáállásod kollagén kiegészítéssel kapcsolatban? Gyerekek, főleg a fejlődő szervezetnek nagyon fontos. Semmilyen ok nincs, hogy ne fogyasszon a gyerek kollagén. Sőt. Mert ők se, ők is ilyen azt teszik, hogy hát ugyanúgy, és csak korábban. Talán mi még ettünk, nem ja, készített étel, de a gyerekek már korábban elkezdik ezt a teljesen szeparált étkezést. És igen, úgy is hívják, hogy a minőségi éhezés mostani világot, mert úgy lehet valamilyen tápanyagban hiányunk, hogy közben folyamatosan jól lakunk. És ez. Hát igen, a gyerekek, ez itt a küldetés, hogy természetessé váljon az étrend kiegészítő kultúrája, mert különben éhen fogunk halni, de egyébként ezt kell csinálni. Ez egy furcsa elmondás, hogy ugye van egy másik irányzat, aki azt mondja, hogy természetes kell étkezni. Van ez is, igen. Tehát megint biotermékek. Ez helyes lenne, csak nem lehet megvalósítani ekkora populációnál. Tehát ma nagyipar termeli az élelmiszerek 90%-át, tehát az emberek 90%-a iparilag feldolgozott élelmiszerhez jut hozzá. Abból kell úgy csinálni. Tehát nem lehet, nem tud mindenki elmenni kapálni és ültetni. Az persze jó. De az állatot is úgy kell rendelni, akkor hogy azt teszi, nincs idő, és ekkora lakosság számára, meg a városba tömörült embereknél ez nem fog működni. Ez az egy mód van, hogy az iparilag ellátott élelmiszer, az legyen jó. És ha már szétválogattak, akkor tegyük ismét össze őket. Igen, mert könnyebb, az egyébként azért van, mert könnyebb nagy mennyiségben gyártani monotermékeket, mint jó, mint komplex és bonyolult termékeket szintén nagy mennyiségben. Ez nem lehet. Van, aki csak mondjuk kollagén gyárt, akkor az tonna számú kollagén gyártunk, aztán a másik meg rostokat gyárt, a kettőből össze lehet állítani egy olyan menüt, mondjuk így, akár porok formájában is, ami minden tartalmaz, és hozzájött így módon az ember tiszta, de már jó minőségű és komplex termékekhez. Hát igen, tudom, nekik mondom azoknak, akik néznek minket, és szintén de tudom, Iván, ezekről szoktunk beszélgetni, hogy vannak 100 összetevős termékeink is, ez a kinti pígtől. Hát ott, ha valami kifogy, akkor kifogy. Tehát itt a vevők nagyon sokszor nem szokták érteni, hogy miért van az, hogy valami nincsen raktáron. Hát azért, mert 100 összetevőt egy termékhez, minden esetben egy helyen kell, hogy legyen mindig minden rendelkezés álló. Úgyhogy ezért is nehezebb bonyolult termékeket előállítani, és utána azt fenntartani. Erről már beszélgettünk, hogy milyen nehéz ezeket jól összehozni, hogy hosszú évekig tudjunk titeket kiszolgálni termékekkel, és bonyolult termékekkel, ne csak egy egyszerű kollagén kötty, aztán kész, hanem egy sok réti terméket, és nem olyan sok mindent enni, de akkor viszont nagyon rajta kell lennünk nekünk személy szerint, és szoftverekkel is segíteni a működés, hogy mindig minden legyen. Ez van, ezzel működünk. Jó, Ivánnal, hogyha mondhatom, Iván legközelebb egyébként a pikniken szeptemberben lehet majd személyesen is találkozni, ahol egy másik előadással készül, meg hát ott is várunk titeket szeretettel, lehet beszélgethetünk is, meg ehetünk is, meg kollagénezhetünk, meg Iván terméket is megesszük, szóval minden lesz. Jó? És köszönjük, hogy itt voltatok, akkor elbúcsúzunk.